március 20-án kelt 6. módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztés téper 2830-as számon megismerhették. Az előterjesztő téper 2831-es számon elírási hibaérzéket nyújtott be. Most az előterjesztői expozé következik, megadom a szót Fónnagy János államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház! A törvényjavaslat a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás 4., 5. és 6. módosításának törvénnyel történő kihirdetéséről rendelkezik. A változtatásokat a megállapodás, az Európai Unió szabályozáshoz igazítása és a digitális menetírókészülők bevezetését követő műszaki technológiai fejlődést tette szükségessé. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság által koordinált módosítások célja, hogy az uniós rendeletek fő rendelkezései a közösség tagállamai mellett a megállapodás szerződéses tagországaira, valamint az előbbiek útvonalait használó harmadik országban nyilvántartott járművezetőkre és járművekre is vonatkozzanak. A módosításokat Magyarországon 2004. február 27-én, 2006. július 16-án és 2010. szeptember 20-án nemzetközi jogilag hatályba léptették, azokat a hazai gyakorlatban már alkalmazzák. A kihirdetés tehát többletfeladatot nem jelent, többletköltséggel nem jár. A magyar szabályozás az unió szabályozással összhangban van. Mindenre tekintettel kérem az országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot elfogadni és a kihirdetést támogatni szíveskedjenek. Köszönöm, elnök úr, a türelmet. Köszönöm, államtitkár úr. Most megadom a szót Csenge Zalán Zsoltnak, a Külügyi Bizottság előadójának 5 perces időkeretben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. A Külügyi Bizottság az előttünk fekvő törvényt megvitatta, és egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom. Tisztelt országgyűlés, mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor, így most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlés, elfogadja-e a 2830-as számú törvényjavaslatot a pontosítással együtt? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 324 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi meghatalmazottak rendkívüli értekezletén aláírt alapokmányának és a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992 évi genfi meghatalmazottak rendkívüli értekezletén aláírt egyezményének, az 1994. évi kiotói, az 1998. évi Minneapolis-i, a 2002. évi marrakesi és a 2006. évi antaliai meghatalmazotti értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi meghatalmazottak rendkívüli értekezletén aláírt fakultatív jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztés téper 2831-es számon megismerhették. Az előterjesztő téper 2831/1-es számon elírási hibajegyzéket nyújtott be. Most az előterjesztői expozé következik, megadom a szót a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának, Fónagy János úrnak, a napirendi pont előadójának. Öné a szó.
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A Nemzetközi Távközlési Egyesület az ENSZ szakosított szerve, amely a távközlési ágazat világszintű összehangolását biztosítja. Az Egyesület alapokmányában rögzített cél többek között a távközlési szolgáltatások és az új távközlési technológiák elősegítése. E törekvések elérése érdekében gondoskodik a rádiófrekvenciás spektrum nemzetközi szintű felosztásáról, a távközlés világméretű szabványosításáról és segítséget nyújt a fejlődő országoknak. A Nemzetközi Távközlési Egyesület alapjait 1865-ben 20 európai állam fektette le, Magyarország pedig 1866-ban csatlakozott hozzá. Jelenleg a szervezetnek 191 tagja van. Az Egyesület alapokmányát és egyezményét 1992-ben fogadták el, Magyarország akkor alá is írta a dokumentumokat. Az alapokmányt és az egyezményt 2007-ig 4 alkalommal módosították, e módosítások közül azonban Magyarország egyetlen egyet sem hirdetett ki. A törvényjavaslat ezt a több éves elmaradást kívánja pótolni. Tisztelt Ház! A módosítások törvényi szintű kihirdetésével biztosítható, hogy hazánk a jövőben teljes jogú tagként vehessen részt a Nemzetközi Távközlési Egyesület rendezvényeit. Így például Magyarország már a 2012 évi rádiótávközlési világértekezleten is szavazati joggal rendelkezhet majd. A törvényjavaslat elfogadása lehetőséget teremt hazánknak arra, hogy érdekeit megfelelő módon képviselje és érvényesítse a távközlési nemzetközi szinterén is. Mindezekre figyelemmel kérem a tisztelt házat, hogy a törvényjavaslatot elfogadni és azt támogatni szíveskedjenek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megadom a szót Tilki Attilának, a Külügyi Bizottság előadójának 5 perces időkeretben. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, a Külügyi Bizottság a mai nap megtárgyalta az előttünk fekvő törvényjavaslatot, és vita nélkül egyhangúan támogatásra javasolja. Köszönöm. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlés, elfogadja-e a TPER 2831-es számú törvényjavaslatot a pontosítással együtt? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés 325 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslatot elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött légimarsallok alkalmazásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztés TPER 2885-ös számon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik, megadom a szót Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés. A Magyarország és az Egyesült Államok közötti közvetlen légijáratok biztonságának növelését célzó megállapodás kötött a két ország belügyminisztere ez év április 13-án Budapesten. Ennek a kihirdetéséről szól a szóba forgó törvényjavaslat, a hatályos magyar jogszabályok szerint ugyanis így kell ezt a megállapodást kihirdetni, melynek támogatására kérem a tisztelt házat. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Most megadom a szót Szabó Vilmos képviselő úrnak, a Külügyi Bizottság előadójának 5 perces időkeretben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A Külügyi Bizottság a mai ülésén meghallgatta a belügyminisztérium előterjesztésében a törvényjavaslat indoklását, amelyet elfogadott, és egyhangulag javasolja az általános vitára való alkalmasságát, elfogadását a Országgyűlésnek. Köszönöm szépen. Köszönöm.
Felszólásra jelentkezett Gaudi Nagy Tamás képviselő úr, Jobbik. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Ha röviden szeretném összefoglalni a Jobbik álláspontját az előterjesztett egyezmény törvény beiktatására vonatkozó javaslattal kapcsolatban, akkor úgy tudnám összefoglalni, hogy a Jobbik nem azt támogatja, hogy légimarsalokat ültessenek a repülőre, hanem azt, hogy csendőröket vagy ennek hiányában minél több rendőrt a bűnözés által veszélyeztetett magyar településekre. A légimarsalokról szóló egyezmény egy nagyon-nagyon összetett és nagyon-nagyon sok vitát kiváltó kérdést villant fel. Nem tudom, hogy államtitkár úr és a belügyminisztérium felelősen átvizsgálta, megfontolta az összes olyan körülményt, ami ennek az intézménynek a működtetésével kapcsolatos. Ugyanis könyvtár irodalom keletkezett ebben a témában, ezt most hosszan nem kívánom ismertetni, csupán arra utalok, hogy ez az egész intézményrendszer, amit nyilván az Amerikai Egyesült Államok nyomására kellett most elméleti síkon bevezetni, bár azt írja a törvényjavaslat, hogy közeljövőben és hosszú távon, vagy közeljövőben és középtávon nem kívánják alkalmazni ezt a eszközt, azonban a hosszú távú alkalmazás előtt és egyáltalán bármikori alkalmazás előtt nyitva a lehetőség. Miről van szó? Ugye a TV közönség számára nem tudom, hogy egyáltalán a közönség mennyire ismeri ezt az intézményt. Felolvasok egy megdöbbentő esetet, hogy érthető legyen, hogy milyen kockázatok és mellékhatásokkal jár az, hogyha egy fegyveres személy, mint a például az Izrael légitársaság minden egyes járatán ülő fegyveres személy kíséri az utasokat. Ennek a problémakörnek alapvetően három szempontú kritikáját szokták elmondani, és mind a három nagyon megfontolandó. Egyik ugye a műszaki szempont, mégpedig az, hogy fegyver használat esetén, amennyiben ugye magát felfedi mondjuk egy már sokszorosan átszűrt és sokszorosan megvizsgált teszkennerek segítségével és minden más eszközzel átvizsgált személy feljut a gépre, mondjuk olyan, aki a gép eltérítését tűzi ki célul, ha az ő tevékenységét csak is kizárólag fegyver használatra jogosult és fegyver használatával a képes személy tudja megállítani, akkor ennek olyan következménye lehet, hogy gyakorlatilag a teljes gép lezuhanását is előidézheti egy felelőtlen lövés leadása. Egyébként a repülő személyzetek kiképzésének legfontosabb alapelve az, hogy számukra az előírás, hogy be kell tartani a bármilyen repülőgép eltérítői utasítást, mert ezzel ellenkezően cselekednek, akkor sokkal nagyobb kockázatot vállalnak ezzel, mint amennyit egyébként azzal, hogyha felelőtlen módon ellenállnak. A másik körülmény, ami mindenképpen megfontolandó, az a pénzügyi szempont. Ez az intézmény egyébként 1961-ben indult be az Amerikai Egyesült Államokban, és része a 2001. szeptember 11-i emberi jogokkor világra szóló korlátozásával járó intézményi terjeszkedésnek, amit az államok, az Amerikai Egyesült Államok és több más állam, amely követi ezt az emberi jogokat korlátozó és az emberek életét mindennapi részleteiben is befolyásoló cselekményrendszert, az a következő, mégpedig az, hogy amennyiben ezt az intézményt fenntartják és működtetik, a szakértők megállapítása szerint sokkal több a veszélyforrás abból, a felülegyen légimarsal, nevezzük bárkinek, bármilyen kiképzettséggel, 40 ezer dollár egy ilyen személynek a kiképzettsége, rendkívül nagy a fluktuáció, nagyon komoly problémákkal küzd Amerikai Egyesült Államok is, hogy egy ilyen rendszert biztonságosan működtessen. Egyetlen egy eset volt, amikor fegyverét használta egy ilyen személy, amikor egy utas, aki éppen elmi állapota nem volt teljesen akkor megfelelő, de semmilyen veszélyt egyébként nem jelentett a utastársaira. A légi, tehát még a felszállás előtt szaladt ki a repülőből és hagyta el a repülő utasterét, felesége utána szaladva mutatta a légimarsalnak és hívta a figyelmét, hogy nála itt egy olyan tünetről van szó, amely betegségének része, ennek ennél kiméletlenül lepuffantották, és utána a tisztázatlan körülmények között gyorsan megsemmisítették a nála levő csomagot, amelyben állítólag a robbananyag volt, de hát ilyenre nem került sor, nem tudták bizonyítani. Tehát ennek az intézményrendszernek a működtetése sajnálatos módon része annak a világra szóló jogkorlátozási folyamatnak, amelynek úgy gondolom, hogy megállt kell parancsolnunk, és sajnos Magyarország annak nem ezzel szemben próbál küzdeni, hanem inkább az ilyen és ehhez hasonló szellemiségű jogszabályokat próbálja egyre nagyobb számban Magyarországon meghonosítani, például a tavalyi rendészeti törvény módosításra hívnám fel a figyelmet, az bizony csengőfrász törvény, amellyel a úgymond terrorista gyanús személyek
lényegében bírói engedély nélküli teljes körű megfigyelését lehetővé tették. Nagyon szomorú és nagyon komoly kritikával kell figyelnünk ezeket az eseménysorokat, mert hogyha az ilyen és ehhez hasonló intézkedések elszaporodnak, akkor pillanatok alatt a Guantanamo és egyéb más olyan intézmények működése válik mindennapunk részévé, amely elfogadhatatlan. Tehát én arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy olvassanak utána, ha megtették, remélem megtették, és egyetértenek velem abban, hogy a kritikák, a felmerített kritikák bizony nagyon alaposak, és Európai Unió szinten is egyébként nagyon komoly fenntartással viszonyulnak ehhez az eszközrendszerhez, hiszen ez egy olyan mértékű beavatkozást jelent a nemzetállamok saját légitársaságaira vonatkozó önálló döntési kompetenciának, amelynek nyilván az a fenyegetettség volt a legfőbb oka, hogy gyakorlatilag a légi alkalmassági engedély visszavonását is vélelmezhetően felmerítették, bár itt ugye közös üzemeltetési járatokról van szó. Tehát összességében én arra kérem a képviselőtársaimat, hogy a műszaki, a pénzügyi és azokat a egyéb kockázati tényezőket, amiket elmondtam, figyelembe véve, ne támogassák ennek az intézménynek a működtetését, mert legfeljebb ez olyan államokra vonatkozhat, amelyek valóban kiteszik magukat az ilyen és ehhez hasonló mondjuk fenyegetések elhárításának a szükségességét egyáltalán fel lehet vetni. De nálunk, mi országunknak nem szabadna olyannak lenni, amely kiteszi magát az ilyen és ehhez hasonló kockázatoknak, tehát ennek a legfontosabb kezelési módja az lenne, hogyha nem leszünk részesei olyan nemzetközi kötelezettségvállalásoknak, olyan katonai kalandor akcióknak, amelynek során a demokrácia exportja címén gyakorlatilag más nemzetek örendekezés jogát korlátozzuk. Tehát határozott álláspontom az, hogy ezt a törvényjavaslatot ebben a formában nem szabad támogatni, mert az a emberi jogok világméretű és terrorizmus elleni harc nevében történő korlátozásának egyik nagyon érdekes, különleges változata. Köszönöm. Megkérdezem Kontrát Károly államtitkár urat. Igen, kíván válaszolni a vitára. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Abban egyetértünk, hogy 2001. szeptember 11-e után az egyes államoknak sokkal többet kell fordítaniuk a terrorizmus elleni küzdelemre, a biztonság szavatolására. Magyarország ezt az álláspontot kezdettől fogva vallja, felismerte, és ennek érdekében fontos lépéseket tett. Ez a megállapodás, amelyet két ország belügyminisztere ez év április 13-án Budapesten írt alá, ez teljes mértékben megfelel a magyar nemzeti érdekeknek, megfelel a Magyarország állampolgárai érdekeinek, ezért kérem a tisztelt országgyűlést, hogy ezt a törvényjavaslatot fogadja el. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, az általános vitát lezárom, mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor, most a határozat hozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlés, elfogadja-e a TPER 2885-ös számú törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 286 igen, 38 nem, 3 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslatot elfogadta. Az előterjesztő indítványozta, hogy az országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hogy hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 284 igen, 39 nem, 2 tartózkodó szavazattal a sürgős kihirdetési kérelmet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi 42. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Lázár János, Henc Tamás és más képviselők önálló indítványát TPER 2489-es számon, az egységes javaslatot pedig TPER 2489/26-os számon megismerhették. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor. A határozathozatal előtt megkérdezem,
hogy a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni. A kormány álláspontját senki sem kívánja ismertetni. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TÉPER 2489-es számú törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak!